A selmeci hagyományőrzéshez köthető ereklyék sokaságát tekinthetik meg az érdeklődők az Intertize Múzeumban. Az intézmény legújabb tárlata a Selmeci Diákhagyományok Dunaújvárosban címet kapta, amely az intézmény és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködése révén jött létre. A megnyitón Farkas Lajos igazgató köszöntötte a megjelenteket. Az eseményt megelőzően a szakember üdvözölte az intézmények együttműködését, majd büszkén számolt be a tárlat létrejöttéről. Valójában mind a kettő, ha így nézik, akkor tudománnyal foglalkozik, mind a múzeum, mind pedig az egyetem. És én ezt külön öröm számomra, hogy ez most végre megrendezésre kerülhetett itt, és hát gyakorlatilag komoly partner volt az egyetem ennek a kiállításnak a létrehozásában. Azt is látom, hogy az itt tanulók, akik ide jönnek, független attól, hogy akár Magyarországról vagy külföldről érkeznek, büszkék arra, hogy itt tanulhatnak ebben a városban, ebben az egyetemben, és valójában mi is, nekünk is büszkéknek kell, hogy legyünk, hogy van valójában egy Dunaújváros. A rendezvényen jelen volt Kronászt Margit történész muzeológus is, aki a tárlat összeállításáról beszélt. Elmondta, mind a múzeum, mind pedig az egyetem által biztosított tárgyakat megtekintetik a látogatók. A kiállított tárgyak azok több helyről érkeztek. Egyrészt van a múzeum gyűjteményéből is, az egyik vitrínben csak olyan kupák láthatók, amelyeket a múzeum ajándékba kapott, és mind-mind a hagyományőrzéshez kapcsolódik. A tárgyak többi részét pedig ugye az egyetem segítségével sikerült kiállítani, van, ami ugye tőlük érkezett, van, amit pedig a testvérvárosokból hoztak. A tájékoztató szövegeket nagyrészt az egyetemisták írták, igazából arra törekedtünk, hogy be tudjuk mutatni a hagyományőrzésnek a múltját, hogy hogyan indult el az egész hagyományőrzés, illetve a képzés is. A tárlatot Fülöp Hunor, a Dunaújvárosi Valéta Bizottság elnöke nyitotta meg. A kiállítás apropóján azt mondta, a leendő látogatók az összeállítás jóvoltából betekintést nyerhetnek a hagyományőrzők életébe. 1735-ben vannak az első feljegyzések, amikor az ipari forradalomnak a hatására elkezdték a felsőoktatást bányászati képzésben és kohászati képzésben, és ez Selmec bányán alakult ki legelőször. Itt még nagyon kicsi létszámokról beszélünk, nagyon kevés emberekkel ilyen céhes rendszerben. A saját házaiknál fogadták a professzorok a diákokat, és akkor ez szépen lassan egészen addig kialakult, amire akadémia lett Selmec bányán, nagyon sok diák járt oda, és igazából ilyen Európa színvonalú igazából bányászati és erdészeti és kohászati akadémia lett. Fülöp Hunor ezt követően a selmeci hagyományokról, valamint a hagyományőrzéssel kapcsolatos érdekességekről is beszámolt. Mint azt elmondta, ez a kezdeményezés hosszú évekre visszamenőleg meghatározta a felsőoktatási intézmények mindennapjait. Kiemelte, Dunaújvárosban először a vasműhöz kapcsolódóan jelent meg a szakemberképzés révén a hagyományőrzés. És idén milyen a megtiszteltetés, hogy a selmeci diáknapokat mi szervezzük. És úgy gondoltuk, ha már jönnek Miskolcról, Sopronról, Fehérvárról, akkor csináljunk egy múzeumi kiállítást, amiben a hagyományőrzésnek is része van, így a kívülállók is, akik járnak múzeumban, meg tudják tekinteni, kicsit bele tudnak tekinteni a hagyományőrzésbe, akik meg eljönnek, akkor nem csak ezt a kiállítást nézik meg, hanem megnézik az állandó kiállítást is, hogy ismerik meg kicsit jobban Dunaújvárost. Szerintem ez hát alapvetően egy nem nagy kiállítás, de ezt sem tudtuk könnyen összehozni, így is nagyon sok támogatást kaptunk mind a múzeumtól, mind az egyetemtől, mind a testvérvárosoktól. Nem sok mindent mutatunk meg, de annál többet jelentenek szerintem ezek a dolgok, amik itt bemutatásra kerülnek. Mindenhez vannak leírások is, és igazából egy egészen nagy betekintés lehet, hogyha végigmegyünk a kiállítás, egy egészen nagy betekintést kaphatunk a hagyományőrzésbe. Az Intertize Múzeum időszakos és állandó kiállításai mellett tehát az érdeklődők egy selmeci hagyományokkal kapcsolatos tárlatot is megtekinthetnek. Az intézmény további bemutatóiról a múzeum hivatalos oldalán tájékozódhatnak a leendő látogatók.